megtisztelnek a mai este figyelmükkel, legyenek bárhol, határon innen vagy határon túl, az óceánon innen vagy az óceánon túl. Én Kolcz Andrea vagyok, a PPH egyik 8-as szintet elért vezetője. Ez egy óriási megtiszteltetés számomra, hogy újból én lehetek a bemutató előadás házigazdája. Úgy érzem, hogy sokan vagyunk, akik ma nézzük az élő előadást, és nagyon örvendek mindenkinek, aki most leül a képernyő elé, és élőben követ minket. Természetesen azoknak is, akik majd felvételről nézik vissza ezt az élet és emberismeret fejlesztő előadást, amit a Hunor Trade ZRT, a Problem Prevention Holding, rövidítve a PPH, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Tesz lehetővé számunkra. Meg szeretném önöket kérni, hogy az előadás alatt a mobiltelefonokat halkítsák le. Felhívom a figyelmüket, hogy érdemes jegyzetelni. Maradjanak meg későbbi fellapozásra az elhangzott értékes mondatok. Részünk lesz egy érdekfeszítő, tudatosságfejlesztő előadásban, ami körülbelül egy órát fog tartani. A képzéseink tegeződve hangzanak el, remélem ez nem hat senkire kellemetlenül. Mi így érezzük jól magunkat, hogy tegezzük egymást kortól és nemtől függetlenül. Egy pár szót mondanék magamról, annak, aki még nem ismer. Sepsi Szentgyörgyön élek Erdélyben, családom van, és a PPH-s tevékenységem előtt közgazdász informatikus voltam. Most az est fénypontjáról szeretnék beszélni az előadónkról, aki az egyik legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, szervezetünk vezetője és alapítója. Nagyon sok éve foglalkozik emberekkel, körülbelül 37 éve, és nagyon nagy csapatot szervezett. A csapatszervezést körülbelül 33 éve kezdte. Én amióta itt vagyok, megtapasztaltam, hogy nagyon érdemes odafigyelni azon tanításaira, amit a jövővel kapcsolatosan mond, hiszen azok eddig én megtapasztaltam, hogy mind bekövetkeztek. Ő egy olyan ember, akinek nagyon nagy a tudása. Kapott egy jó pár képességet a fentiektől, és a rengeteg megélése során nagyon sok tapasztalatot szerzett. Tanításai azért értékesek, mert ez a három dolog nyilvánul meg bennük. A temérdek tudás, a képességek és a rengeteg tapasztalat. Ez a három dolog együttes összeállása őt egy egyedi személyé, egy egyedi személyességet hozott ki belőle. És miben áll az ő egyedisége? Hát abban, hogy piacvezetői pozíciót ért el 4 területen az anyagi világban. Összekapcsolja az anyagi világot a szellemiséggel. Megtanít minket nagyon jól boldogulni az anyagi világban, és tanítja ugyanakkor a szellemiséget. Ez a kettő kombinációja nagyon fontos a mai világban. Nagyon nagy a tudása az élet és az emberismeret terén. És nem akármilyen tudást ad át, hanem gyakorlatiast, használható tudást. Nagyon sok temérdek információval rendelkezik, képes átadni nekünk, amit az égiek segítségével, közvetítésével valósít meg. Nagyon mélységes és részletes a tudása az eljövendő aranykorról, ami információi szerint megvalósulandó 2035-re. Egy nem hétköznapi életküldetéssel érkezett közénk, hanem felvállalta, hogy a tudás által, amit átad, olyan lelki szintre, olyan magas lelki szintre emeli az embereket, hogy képesek legyenek együttműködve, szeretetben, békében és boldogságban, karöltve bekerülni az aranykorba, a szeretet korszakába. És most szeretném megkérni szellemi vezetőnket, mesterünket, hogy jöjjön és tartsa meg a mai bemutató előadását. Fogadjátok szeretettel Szedlacsik Miklós mesterkócst! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Hát, ha halkan mondjátok, idáig nem ér el. Egyre furcsább.
Na nézzük akkor, hogy mivel is foglalkozunk. Tehát nem tudom, mennyire vetted észre, hogy egyre több a boldogtalan ember. És nem lehet, hogy ez a két dolog összefügg, hogy egyre több a boldogtalan ember, és egyre rosszabb a világunk. Tehát amikor ugye én gyerek voltam, akkor boldogabbak voltak az emberek, és jobb is volt a világ. Tehát ez a kettő, ez szerinted nem függ össze? De szerintem összefügg. Tehát mennyire figyelted meg, hogy a rossz, illetve gonosz emberek, azok boldogtalanok? Na, van egy ilyen tévképzetük, ilyen téves elképzelésük, hogy ők úgy akarnak boldogulni, hogy másokat elnyomnak. Tehát azt gondolják, hogyha másoknak rossz, akkor nekik jobb lesz. Vagy nem gondolod, hogy vannak ilyen emberek? Tehát a tények azt mutatják, hogy az emberiség 20%-a ezen az elven működik. Hogy úgy gondolja, hogyha a többieknek rosszabb, akkor neki jobb lesz. Hoppá. Tehát gondoltál már arra esetleg, hogy tenni kellene azért, hogy szabadabb, boldogabb emberek legyünk, és szabadabb, boldogabb életet éljünk? Vagy esetleg azon, hogy jó felé haladjon a világ? Hát ezt gondold végig, itt elhangzott az, hogy 2035-re szeretett korszaknak kellene lenni. Aranykornak. De a jó emberek nem tesznek semmit, hanem ugyanúgy semmit tesznek, mint eddig, akkor milyen világunk lesz, mondjuk 12 év múlva? Vagy 11 év múlva? Milyen világunk? Tehát ugye beszéltük azt, hogy nem jó felé halad a világ. Milyen világunk lesz, ha nem jó felé halad? Tehát nem kellene a jó embereknek tenni valamit azért, hogy jobb világunk legyen. Tehát az elnyomóktól te ne várja arra, hogy jobb világunk legyen, mert nem lesz. És ugye én már 2019-ben tanultam ilyen dolgokat, hogy akkor lesz a nagy baj, hogyha a hatalmi pozíciókba elnyomók kerülnek. És nem olyan nehéz oda bekerülniük, hiszen a bolygó 20%-a az elnyomó. Tehát az azt jelenti, hogy minden ötödik ember. Tehát minden ötödik, az nem azt jelenti, hogy minden ezredik vagy tízezredik. Minden ötödik. Tehát van belőlük bőven. De hát akkor is kisebbségben vannak mindössze 20%, és a 80% a szociális ember. És ha ezt furcsán hallod, hogy szociális ember, akkor tudnod kell azt, hogy ez a 80%-ból, akik elnyomoskodni szoktak, az mind azért elnyomoskodik, mert vagy a jelenben, vagy a múltban elnyomták. És amikor hasonló helyzetet észlel, akkor elkezd elnyomóként működni. Tehát lehet, hogy azt érzed, hogy több az elnyomó, vagy azt érzékeled, hogy több az elnyomó, de nem. De ebből a 20%-ból, akik elnyomók, csak 4% van az, aki igen veszélyesen elnyomó. Tehát például mindenütt, ahol az emberek nem boldogok, ott jelen vannak az elnyomók, és bőszen gyakorolják az elnyomást. Vagy azt gondolod, hogy az a természetes, hogy az ember ne legyen boldog? Hát az legtöbb ember azt se tudja, mi az, hogy boldogság. Igazából társadalmi szinten ez nincs megfogalmazva,
Még előadói szinten sem hallottam senkitől, hogy a boldogságnak mik a feltételei. Nagyon egyszerű, 5 feltétele van. Tehát a boldogság mit jelent? Az azt jelenti, hogy minél hosszabb ideig, tehát lehetőleg az egész életedben, jól érezd magad a bőrödben. Érted? És ugye fontos lenne, hogy az ember minél jobban érezze magát a saját bőrében. De mi kell ehhez? Ugye van 5 feltétel. Kell hozzá szeretet, kell hozzá szeretet, egészség, elismerés, szabadidő, tehát szabadság, nem szabadidő, szabadság, és elég pénz. Ez az 5 feltétel. Tehát mivel kezdődik? Nem a pénzzel kezdődik. Mi volt az utolsó? A pénz volt az utolsó. Mi az első? A szeretet. A szeretetet meg tudod fogni? A szeretet anyagi dolog? A szeretet az egy szellemi termék, érted? Azt létrehozod a saját szellemiségeddel, a saját értelmeddel, a saját eszeddel hozod létre a szeretetet. Vagy rosszul látom? Gondold végig. A szeretettel kezdődik. Nem az anyagi dolgokkal kezdődik, hanem a szellemiséggel kezdődik. A szellemiség, az ész értelem. Erre a szellemiségre gondolok. Ide tartozik a szeretet. Ezzel kezdődik az egész. Második természetes dolog, hogy egészségesnek kell lenni. Azért, hogy ha valaki nem teljesen egészséges, vagy nem egészséges. Ezért van egészségteremtő coach képzésünk. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. A coach egy szakma. És van egészségteremtő coach képzésünk. Tehát megnézed, rajtunk kívül olyan, hogy egészségteremtő coach képzés bolygó szinten nincs. Harmadik hónapja csináljuk, ami azt jelenti, hogy befejeztük a harmadik hónapot, 90 órában tartott eddig az egészségteremtő coachképzés. Eddig. De nincs befejezve. Tehát még nincs vége, javában nincs vége. Tehát az azt jelenti, hogy gondold végig, az egész bolygón csak mi tanítjuk az egészségteremtő coachképzést. Bármikor be tudsz csatlakozni a képzésekbe, mert körforgásos alapon működik, sőt, minden képzésünket meg tudsz venni visszamenőleg. Jaj, hát képzéseket pénzért kell megvenni? Te azt gondolod, hogy a képzéseid, bármilyen képzés, amit iskolában jártál, az ingyen volt? Melyik? Hol? Milyen iskola volt neked ingyen? Hát az iskolákat finanszírozták, ha más nem, az állam finanszírozta. Hát ezelőtt, gondold végig, ezelőtt azt mondja, hogy 25 évvel, igen, 25 évvel, ezelőtt 25-26 évvel az állam éves szinten egy diákra 80 ezer forintos támogatást adott. 26 évvel ezelőtt. 80 ezer forintot. Na most akkor most mennyit ad? Foglalkoztam akkor ezzel a témával egyébként, azért tudom. Most vajon mennyit ad egy diákra egy évre? Akkor mi van ingyen? És azt a pénzt kitől vonják el? Hát az adózó állampolgároktól. Kitől mástól? Akkor mi van ingyen? Milyen oktatásod volt neked ingyen valaha? Semmilyen. A tankönyvek nem kerültek pénzbe? Hát hogy ne kerültek volna pénzbe? Tehát nincs olyan, hogy ingyenes képzés, nem létező fogalom. Csak egy dolog fontos, hogy mennyibe kerül egy képzés. Én jártam olyan képzésekre, ahol milliókat fizettem ki képzésre. Tehát képzésre. Most gondold végig, mondjuk aki itt tanul 10 éve. 10 éve, az nem fizetett ki milliókat. Én meg gyakorlatilag pár év alatt kifizettem a 90-es évek
és a 2000-es évek elején milliókat a képzésemre. Érted? Tehát, ha te a tudásodtól sajnálod a pénzt, akkor én meg téged tudlak sajnálni. Oké? Okay? Tudnálak sajnálni, csak nem foglak, jó? Mert azt mondom, hogy aki sajnálja a tudására a pénzt, az megérdemli az életét. Jó? Tehát mindenki, aki sajnálja tudásra a pénzt, az megérdemli az életét. Egyébként mindenki megérdemli az életét. Csak azoknak, akik a tudásra sajnálják a pénzt, nem jó az életük. Oké? Okay? Nem jó. Tehát hiányzik ebből az ötből valószínűleg több. Milyen ötből? Hát a szeretetből, egészségből, elismerésből, szabadságból és a pénzből. Ebből a legtöbb embernek, nézd meg, hány van meg. Hány olyan embert ismersz, akinek megvan az öt? Nem sokat. Nem sokat. Jó? Tehát a pénz az nyilván az elég pénz. Akik itt tanulnak, mondjuk egyet ismerhetnek. Oké. Okay. Jó? Meg még esetleg a páromat is. Jó? Na, de azon kívül. Jó? Tehát gondold végig. Nem kellene, hogy az életedben működjön eléggé a szeretet? Nem kellene, hogy az életedben működjön eléggé, tehát tökéletesen az egészség? Nem kellene az, hogy elég elismerést tudjál adni és kapni? Nem kellene? Nem kellene az? Ja, vagy hogy te elég önző vagy ahhoz, hogy szeretetet adj, először kapni szeretnéd? Hogy van ez? Ha nem kapok-adok van, hanem adok-kapok. Tehát, vagy nem volna fontos az ember életében az, hogy szabad legyen. Főleg ebben az időszakban, ahol az emberek a biztonságukat föl akarják áldozni, tehát a biztonságukért föl akarják áldozni a szabadságukat. Tehát ezáltal elhisztetik veled, hogy nem vagy biztonságba, hogy föláldozd a szabadságod. Tudod, milyen tervek vannak világviszonylatban? Hogy tiszta és világos legyen. Ez nem mostani terv. Ú, de rég hallottam ezekről a tervekről. Már a 90-es években hallottam. Milyen tervek arról, hogy olyan életet kell az embereknek létrehozni, ahol ne érezzék magukat biztonságba. Ezért létre kell hozni terrorcselekményektől kezdve mindent, hogy az emberek ne érezzék magukat biztonságba, és a biztonságért hajlandók legyenek lemondani a szabadságukról. Tudod, hány éves terv ez? Ezt tudod, mikor találták ki? Ez az Orwelli terv része az 1800-as évekből. És ezt a tervet, ezt egész szépen elkezdték megvalósítani az elmúlt évtizedekben. Az elmúlt év honnantól tökéletesen látható, 2001. szeptember 11-től. Mi volt akkor? A tornyok lerombolása. Onnantól tökéletesen látni, hogy az emberek hajlandók lemondani a szabadságukról a biztonságuk érdekében. De ahhoz, hogy azt érezzék, hogy nincsenek biztonságban, létre kell hozni, hogy ne érezzék magukat az emberek biztonságban. Nem e felé haladunk? Nagy léptékben. Nézd meg, micsoda bizonyíték erre, hogy a lakosság nagy része hajlandó lemondani a szabadságáról, a biztonsága érdekében a Covid. Emlékezz arra, hogy mennyien üdvözölték a lezárásokat. Emlékezz rá. Ha az emberek azt mondták volna, hogy tiltakozunk a lezárások ellen,
akkor nem lettek volna lezárások. Maradjunk ennyibe. Ja, és akkor azt mondod most, hogy de elszaporodott volna akkor a Covid. Semmivel jobban, mint most. Jó, maradjunk ennyiben. Mint így volt. Semmivel jobban nem szaporodott volna el. Jó, tehát egy olyan világban élünk, ahol ezekre szükség lenne, de az elég pénzre is szükség lenne. Éppen beszélgettem tegnap valakivel, aki elmondta, hogy a volt munkahelye egy jól menő cég volt, 40-en dolgoztak, most 5-en vannak már a cégnél. És ez nem rég volt, ez pár évvel ezelőtt volt, hogy 40-et dolgoztak. Érted? Tehát az a pár év az mikor? Másfél? Kettő? Érted? Tehát nem veszed észre, hogy nem tudnak már annyi pénzt költeni az emberek, mint ezelőtt mondjuk 5 évvel, vagy 4 évvel? Észrevetted? Tehát hova fog az egész változni, ha jó emberek nem tesznek semmit? Tehát ott kell, először azt kellene felismerned, hogy te jó ember vagy. Nem? Utána azt kellene felismerned, hogy tényleg, hogyha jó emberek nem tesznek semmit, akkor hova fog fajulni ez a világ? Milyen világunk lesz? És akkor nézzük tovább. Ahhoz, hogy a jó emberek tegyenek, ahhoz együttműködésre van szükségük. Ahhoz, hogy együttműködhessenek, közösségre van szükségük. Ez szükség. Érted? Ha minden ember csak külön akarna tenni azért, hogy jó felé haladjon a világ, az nem fog működni. Sokan most is azt gondolják, hogy ők mennyit tesznek azért, hogy jó felé haladjon a világ, hát hiszen szelektív szemétgyűjtés van, nem? Vagy mert, mit tudom én, vett villanyautót, érted, és avval közlekedik. Vagy mert felszerelt napelemet a házára, és akkor így pótolja a villany költségeket, stb. Tehát gondold végig. Tehát azt gondolják emberek, hogy valamit tesznek. Tehát valamit tesznek. Nem ez a cselekedet. Gondold végig azt is, hogy azok az emberek, akik azt gondolják, hogy ők valamit tesznek, közben butulnak. Butulnak. Tehát gondold azt is végig, hogy ki lehetett számolni mindenkinek, hogy ha mondjuk feltelepít egy napelemrendszert a házára, hány év alatt térül meg? Nekünk egyszerű lett volna feltelepíteni, mert ahhoz nem kellett volna fűtést korszerűsíteni, mert nálunk a házban minden villannyal működik, minden fűtés. És mégis kiszámoltam, és rájöttem arra, hogy az nekem nem éri meg. Nem éri meg? Rossz befektetés. Én életemben egyszer fektettem be rossz befektetésbe, akkor megfogadtam, hogy én többet rossz befektetésbe nem fogok befektetni, tehát én nem fogok pénzt veszíteni azért, mert rossz befektetésbe fektettem. Akkor ugyanez. Kiszámoltam, hogy mennyivel drágább egy villanyautó. Kiszámoltam azt is, hogy gondoljuk, én megéltem azt, hogy az emberek fával tüzeltek. Majd azt mondták nekik, tüzeljenek szénnel. Majd azt is mondták nekik, hogy ne szénnel tüzeljenek, tüzeljenek olajjal. Majd azt, olajkályhák. Majd azt is mondták nekik, hogy az nem jó, ne tüzeljenek olajjal, fűtsenek gázzal. Érted? Én ezt mind megéltem. És én azóta egyszer sem módosítottam fűtést. Nekünk, mióta összeházasodtunk, az pont 40 éve, utána 2 éven belül től létrejött a villanyfűtés, és azóta villanyfűtésünk van, hőtárolóskája egyébként. És nem bántam meg. Nem bántam meg. Egy pillanatot sem bántam meg, hogy nem cseréltem le a fűtést, annyiszor, amennyiszer mondták.
és gyakorlatilag azóta is van. Jó, nem bántam meg. Tehát én gondolkodok, számolgatok, és közben tanultam, képzeljétek olyat is, hogy tehát a villanyautó se térül meg sose, csak úgy mondanám, ez a másik. Egyébként én tanultam azt, hogy elektroszmog. És azt is tanultam, hogy az elektroszmog az milyen káros az emberre. És azt is tanultam, hogy még a 220-nak is van elektroszmogja, ezért nálunk például a falban megy egy vezeték, amiben ugye éjszaka nem is folyik áram, de tettünk a fejünkhöz fém szigetelést. Az azt jelenti, hogy leárnyékolja, ugye tudjuk a fény, fém az leárnyékolja az elektroszmogot. És ez azt jelenti, hogy egy házban sokkal kisebb az elektroszmog, mert kevesebb az áramnak a, tehát az áramerősség kevesebb, ugye az áramerősség határozza meg a feszültség, ez a kettő együtt, tehát a teljesítmény határozza meg az elektroszmogot, és gondold végig egy házban a teljesítmény, hány wattot használsz? Érted? Egy pár kilowattot. Na most, pár kilowattal nem megy el egy autó. Az autó sok kilowattos. És akkor belecsücsül az illető, és ott ül az elektroszmog közepén. Érted? És akkor azt is csinálják, hogy súlycsökkentés, és akkor műanyagból csináljuk. Hát régen az elektromos vezetékek fémburkolatban voltak. Ezt úgy hívták, hogy Bergman cső. Fém volt a cső. Utána átváltottak műanyagra. Ugye? Hát ha egy elektromos autó túl nehéz, hát akkor súlyt kell csökkenteni. De miből kell csinálni? Műanyagból. Az a legolcsóbb. Abból kell csinálni. És akkor lecsökken a súlya. De annál nagyobb elektroszmog, minél kis, kevesebb benne a fém. De nem is ez a lényeg. Most gondold végig, ha beleülsz egy benzines autóba, vagy egy dízel autóba, az autóba három helyre kell elektroszmog csökkentőt rakni. Ez nem árnyékoló, ez az elektroszmognak a káros hatását semlegesíti. Oké? Ez ennyit tud. Semlegesíti a káros hatást. Hármat kell ilyet belerakni. Valaki vesz egy elektromos autót, abban mondjuk 53-at vagy 103-at kellene belerakni, érted? Hogy ugyanazt a, tehát mondom, egy elektromos autó, vagy egy benzines, vagy egy dízel autónál van elektroszmog, akkor mekkora elektroszmog van egy olyan autóban, amelynek azt mondja, hogy mit tudom én, 70 kilowattos, vagy 200 kilowattos, érted? Mekkora elektroszmog van. Jó? De az emberek, hát ebből látni, hogy elbutulás van. Az emberek elfelejtettek számolgatni, meg elfelejtettek utána nézni dolgoknak, elhisznek mindenféle hülyeséget. Érted? Hova megy ez a világ? Milyen világunk lesz? Milyen világunk lesz? Tehát, hogyha nem azt nézzük, amit én szoktam mondani, hogy kaptam egy üzenetet, hogy meddig van lehetőség az emberiségnek, és utána törlik az emberiséget, ha nem lesz aranykor. Ezt ne vegyük figyelembe, jó? Azt, hogy mondjuk 2035-re. Hova jutunk? Tehát a szeptember 11-től látni, hogy az embereket hogy meg tudják etetni, hogy elhűltek az emberek. Szó szerint. És ez rohamosan nő. Exponenciális a növekedés. Tehát, hogyha sikerült 23 év alatt így elhűíteni az emberiséget, akkor az azt jelenti, hogy most
mit tudom én, harmad idő alatt nagyobb mértékű elhűlést fognak mutatni az emberek. Érted? Harmad idő alatt. Tehát mondjuk 5 évvel már hülyébbek lesznek, mint most 13 éven, vagy 23 éven keresztül. Érted? Vagy 23 év alatt. De ezt most úgy érts, hogy az én megfogalmazásomban az elhűlés az az elbutulás. Ha nem hiszed, nézz utána az értelmező kézizótárba. Ezt jelenti. Ezt jelenti, hogy elbutulnak az emberek. Tehát az elhűlés azt jelenti, hogy az ember nem gondolkodik. Nem használja a gondolkodását. Tehát nem azt kell használni, amit tanultál. És ha félretanítottak, akkor a félretanítást használod? Az emberek azt hiszik, hogy az a tudás, amire tanítottak. És ha rosszra tanítottak? Hát az nem tudás. Jaj, de jó, akkor használom a rosszat, amire tanítottak. De miért mondom azt, hogy rosszra tanítottak? Például, itt vagyunk a teremben, ugye jó pár százan. Emeljék már föl a kezüket azok, akik legalább egyszer elváltak. Tehát legalább egyszer. Vezetők, nézzetek föl. Tehát álljatok föl, nézzetek körül. Hogy hány kéz van föl. A többség. Sőt, mondhatjuk azt, hogy a túlnyomó többség. Legalább egyszer elvált. Akkor kezd igaz lenni az a statisztika, hogy 70% elválik? Na most. De biztos azért, mert olyan okosak, értelmesek az emberek, olyan jól kezelik egymást, olyan jól felismerik egymás tulajdonságait, hogy valami szédületesen jól működnek. És ez csak egy példa, de nekem nem csak egy példám lenne, hanem nézzük. Hoppá. Lehet 10 példám is. Lehet 10 példám. Én csak egyet mondtam, a másodikat. Mennyien tudnak bánni a saját párjukkal, vagy mennyien tudtak bánni a saját párjukkal. Itt a többség elvált. Ha több száz embernél a többség elvált, akkor valószínűleg ez más, itt országosan is így van. Valószínűleg. Na most akkor hogy vagyunk ezzel? Oj, de szuper, okos, értelmes vagy, azt gondolod magadról. És itt ez a 10 területen mindjárt jól boldogulsz. Én csak egy területet fölhoztam. Na mondjuk, szülőként hogy működsz? Kinek a gyereke külföldön él, vagy külföldön dolgozik, tegye már föl a kezét. Jó, magasabbra, mert nem látom. Jó, ezt is nézzétek meg. Többen. Jó, köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy te, és neked volt szülő, tehát aki most föltetted a kezedet, neked is volt szülőd. Ha azokat a szülőket most ide tudnánk hívni, szerinted hányan tennék föl a kezüket? Ugyanerre a kérdésre. Hogy hány gyerek dolgozott kint, külföldön, vagy hány élt külföldön? Valószínűleg egy se. Érted? Tehát akkor gondold végig. Akkor mintha az, aki kint dolgozik, kinnél, mintha nem ragaszkodna hozzád, nem? Hát akkor biztos valami fantasztikus szülő voltál. Nem akarlak megbántani, és nehogy azt gondold. Csak az emberek el vannak durranva maguktól, hogy milyen okos, ügyes minden területen milyen jól működnek. És hogy nekik nincs szükségük semmilyen tudásra. Mert ők szuperül tudnak ezeken a területeken működni. Jó, akkor kérdezném. Mondjuk vettünk már 2 a gyerekeddel való bánásmód.
nézzük mondjuk az önmagaddal való bánásmód. Azt mondja, hogy nézzük meg, hogy kinek volt már életében vállalkozása, tegye fel a kezét. Jó, vállalkozás. Nagyon jó. Oké? Most azt tegye fel a kezét, akinek van vállalkozása, és még sosem ment tönkre vállalkozása. Jó? Tehát van vállalkozása, és még nem ment tönkre vállalkozását. Látom, jóval kevesebben tettétek fel a kezeteket. Figyeld, ha jobban működtél volna önmagaddal, akkor nem ment volna tönkre a vállalkozásod. Világos voltam? És nézzünk egy másik dolgot, ami ehhez kapcsolódik. Ha másokkal jobban bántál volna, nem ment volna tönkre a vállalkozásod. Ha a munkáddal jobban bántál volna, nem ment volna tönkre a vállalkozásod. Ha a pénzzel jobban bántál volna, nem ment volna tönkre a vállalkozásod. Jó, ez nem csak azt jelenti, hogy önmagad, ez egyszerre egy, kettő, három, négy terület. És mit gondolsz, hogyha itt ilyen arányban vannak azok, akik vállalkozók voltak? És tönkre ment a vállalkozásuk. Akkor ez valószínűleg nagy számokban is hasonlóképpen működik? Valószínűleg. Akkor biztos tökéletesen működnek ezen a ezeken a területeken, nem? Biztos. Szeretném most azok tegyék fel a kezüket, akik még sose voltak vállalkozók. Tehát sose voltak vállalkozók. Ők vannak többségben, úgy látom, igen. Tehát aki még sose volt vállalkozó, az azt jelenti, hogy az anyagi helyzetedet nem tudtad olyan mértékben felemelni, hogy az átlag fölötti, tartósan átlag fölötti jövedelemmel rendelkezzél. Ugyanis a vállalkozók azok, akik az átlag fölötti jövedelemmel rendelkeznek, és többet keresnek, mint az alkalmazottak. Tehát több az elkölthető pénzük. Most nem az a kérdés, hogy elköltik vagy nem, de az elkölthető pénzük több. Na most akkor megnézzük ezt a dolgot, akkor mondjuk azt, hogy nem mertél sose vállalkozni. Szerinted arányaiban is ugyanez a helyzet országosan? Biztos. Nem mertél sose vállalkozni, akkor biztos, hogy rendben van. Nem mertél sose vállalkozni, akkor biztos, hogy tökéletesen rendben van az önbizalmad, önmagaddal való bánásmód. Akkor biztos az is, hogy nagyon jól bánsz másokkal, nagyon jól bánsz a munkáddal, a pénzzel. Ezt nem mondanám, hogy ez így van, mert különben lettél volna már vállalkozó, és nem ment volna tönkre a vállalkozásod. Érted? Tehát nem kellene elgondolkozni, csak azért, mert ugye ti már itt vagytok, tehát ne nagyon vegyétek magatokra azokat a dolgokat, ti most csak a statisztikához járultatok hozzá. Hogy lássam, hogy körülbelül milyen arányok vannak, illetve lássuk, hogy milyen arányok vannak a társadalomban. Tehát szerintetek az embereknek nem lenne szüksége arra, hogy mondjuk jobban bánjanak önmagukkal, a párjukkal, mondjuk a gyerekükkel, másokkal, munkájukkal, a pénzzel, és a környezetükkel is, mert azt gondolják az emberek, hogy ó, a környezetvédők, mert elektromos autóval jár, meg villany, akármiket, napelemeket rakott a házára, vagy a kertjébe, érted? És akkor ő mennyire bánik a környezetével. Aha. És akkor a részletek meg nem érti, vagy nem érdekli a részletek, ami igazából ebben az egészben van. Nem az a környezetvédelem, amiről az emberek beszélnek, na mindegy, nem is ez a lényeg. Egyet kihagytam, a szüleiddel való bánásmódot. Tehát ki az, aki úgy költözött, hogy közel a szüleihez. Tehát közel a szüleihez. Mit jelent a közel? Hogy mit tudom én mondjuk, milyen
50 kilométeren belül költözött. Nagyon jó. Szuper. Oké? Ki az, aki 50 kilométer túl költözött? Oké, köszönöm szépen. Na most, hát általában a szülőnkkel akkor tudunk jól bánni, ha a közelükbe lakunk, nem? És ha minél közelebb lakunk a szüleinkhez, annál könnyebben bánunk jól a szüleinkkel, nem? Nem az a jól bánásmód, hogy évente egyszer látod. Ha minél közelebb vagy, annál inkább tudsz jól bánni a szüleiddel, nem? Tehát manapság azért más a helyzet, mert ugye most föltettétek a kezeteket, és most ez a ti szüleitekre vonatkozik, de azok, akik mondjuk most külföldön élnek, érted, és a szülőktől távol élnek, azok nem igazán tudják azt mondani, hogy ők jól bánnak a szüleikkel. Érted? És megint nem akarok senkit sem megbántani, csak egyre inkább olyan tendencia van, olyan irányultság van, abba az irányba haladunk, hogy az emberek távol éljenek a szüleiktől. Menjenek ki külföldre dolgozni, stb. Stb. Lehetőleg maradjanak is kín. Tehát ezekben a dolgokban nem kellene fejlődni. Most gondold végig, én voltam az első generáció, ahol ugye, tehát az én generációm, ahol nem tanították a hazaszeretetet. Tehát ahol elkezdték tanítani az internacionalizmust. Jó, tehát ugye az én generációm az, hogy is, 43-tól van, ha jól számolom. Igen. És onnantól, ha megnézed, annak a generációnak már nem tanítottak hazaszeretetet. Na most, de az ukránoknak se tanították, és úgy akarják, hogy védjék meg a hazájukat, hogy nincs hazaszeretett tanítás, érted? Röhely, nem? Hát régen hadba lehetett hívni az embereket, és mentek harcolni, érted? Nem kimenekültek az országból, hanem harcoltak a hazájukért. Ma Ukrajna lakosságának csak nem már lassan a fele kimenekült az országból. Na most, de ezt csak azért mondom, hogy gondold végig, hogy egy olyan világban élünk, ahol arra serkentik az embereket, hogy ilyen világpolgár legyen. Egyszer itt él, egyszer ott él, egyszer amott él, érted? Ahogy éppen az érdeke kívánja. És ez a hazaszeretet kérdés, ez ilyen, az én generációmnál mondom már látszik, de hála Istennek a szüleim közül apu az nagyon ilyen hazaszerető volt. És ugye az iskola nem is, de nekem apu keményen tanította a hazaszeretetet. És hát egy olyan világ felé haladunk, ahol ha elérik azt, hogy nincs hazaszeretet, akkor az embereket el is lehet, tehát el is lehet az embereknél érni, hogy ne akarjanak abba az országban lakni. Tehát, hogy mondjuk a fehér ember az ne egy bolyban éljen Európában, meg Észak-Amerikában, már ott már nem csak fehérek vannak, ott már legalább annyi színes van, mint nem fehér, vagy mint fehér, akarom mondani. Tehát, de itt Európában még zömében fehérek éltek, nem olyan rég, most már itt is akarják színesíteni, de jó, a színesség, csak nem biztos, hogy össze kellene keverni a fajokat. Oké? Okay? Mert ugye a fajok azok bőrszín szerint vannak. Na most, de ha elérik ezt az internacionalista gondolkodást,
Tehát most gondold végig, Amerikában az 50-es, 60-as években még fajgyűlölet volt. Most meg mindenki házasodik mindenféle színnel, érted? Amit csak el lehet képzelni. A fajgyűlöletnek a szikrányi része sincs, érted? Jó, nem jó a fajgyűlölet se, csak hogy itt Magyarországon nem volt fajgyűlölet sose, meg Európában sok helyen nem volt fajgyűlölet, de olyan országban, ahol fajgyűlölet volt, pár évtized alatt elérték, hogy házasodjanak mindenféle színűvel, érted, a fehérek, mert a fehéreknél volt a fajgyűlölet, akkor gondold végig, a töredéke alatt, ott, ahol nincs fajgyűlölet, el fogják érni, hogy házasodjanak. De miért? Mert egyetlen öntudatos faj van, az a fehér. Próbálják az öntudatot kinevelni. Honnan tudni, hogy öntudatos? Mert diktatúrával eddig a fehér népet nem lehetett vezetni. A többit lehetett, sőt, kellett diktatúrával vezetni. Hát ha megnézed, még a romáknál is diktatúra volt, mert úgy volt minden, ahogy a Vajda mondta. És próbáljon valaki egy Vajdával szembeszállni, vagy a Szavával szembeszegülni a Vajdának. Jó, tehát ott is diktatúra volt, de a fehéreknél nem volt diktatúra, ha volt, akkor egy pár évtized után lerázták a diktatúrát. Azért, mert öntudatos. De ha beszínesedik, akkor az öntudat ment a kukába. Érted? Hát ha a történelemben egy kicsit az ember jártas, akkor a déli népek nem a nap miatt barnák, hanem azért, mert az arabok ott éltek több száz éven keresztül, délen. És ezáltal vegyes házasságok lettek, és színes gyerekek lettek belőlük. Oké? És onnantól kezdve nincs öntudat. Legalább a sárgákkal kellene keverednünk, érted? Mert azok legalább dolgosak. Szóval, de ez most nem rasszizmus, vagy gyűlölet, vagy ilyesmi, hanem ezek sajnos tények, így van, ezek tények. Tehát egy olyan világot élünk, ahol az egész, ami jól működött, azt mindent tegyünk tönkre. Tehát mindent. Romboljuk le a társadalom, tudod mióta tanítom, 90-es évek óta, a társadalom tartó pillére a család. És 90-es évek óta mondom, hogy ha a családokat szétverik, akkor szétverik a társadalmat. Tehát ez a tartó pillér. Ha tartó pilléreket egy épületnél kirugod, akkor összedől a ház. Érted? Ugyanez, a tartó pillér a család. Az a legkisebb közösségi egység. Tehát most mondok példát, jó? Megnézed elsősorban, milyen nem fehér emberek jönnek Európába. Férfiak. Tehát kiket akar, miért férfiak? Mert hát én voltam araboknál. Kétszer voltunk nyaralni. Imádják a fehér nőket az arabok. Imádják. Sokkal jobban imádják, mint a saját fajtájukat. Érted? Nejemet meg akarták venni annak idején, mit tudom én, valami iszonyú sok tevét akartak adni, érte? Komolyan mondom. Komolyan. Nem adtam. Nem. De tényleg, amikor meghallottam a számot, hát értelen meglepődtem, hogy mennyi tevét akartak adni. Én akkor addig nem tudtam, hogy a felségem annyit ért, tudod? Úgyhogy akkor szembesültem a ténnyel, hogy értékes feleségem van. Na, ezért úgy gondoltam akkor, hogy megtartom, tudod?
de valami értékes meg kell tartani, tudod? Szóval, lényeg az, hogy ott láttuk, hogy hogy működnek, és hát azért jönnek az arab férfiak, hogy, és fiatal arab férfiak, házasság előtti arab férfiak, hogy fehér nőkkel házasodjanak. Na most, én onnan tudom, hogy hogy működnek a külföldi férfiak, amióta ugye jártuk Európát, max. Észak-Afrikát, de már előtte, amikor én még legény voltam, nekem volt egy hajós barátom, akkor még volt magyar hajós kereskedelmi flotta, tengerjáró hajós, nem dunai hajós, tengerjáró, valami három vagy négy, azt hiszem három, ha jól emlékszem, tengerjáró hajónk volt, és a barátom az egyik tengerjáró hajón dolgozott. És ők körbejárták a világot, látott sok mindent, és elmondta már akkor, ezt tudod mikor volt? A 80-as évek elején. A 80-as évek elején. Elmondta azt, hogy elveszik a fehér nőket, és utána hazaviszik az arab és egyéb férfiak, fekete, arab, stb. Hazaviszik, és utána az egész család használja a fehér nőt. És utána a konzulátussal kell hazamenekíteni a fehér nőket, érted? Ez a 80-as években már így volt. Azóta is ugye voltunk a világ több részén, de itt mondom Európa és Észak-Afrika max, messzebbre nem akartunk menni, és mindenütt azt láttam, hogy azok a nők, akik, magyar nők, akik idegen férfihoz mentek, mondjuk azt, hogy mind megbánták, vagy majdnem mind. Tehát majdnem mind. Még azok, az is, aki némethez ment, érted? Tehát szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy egyetlen nyelvben van benne az, hogy feleség. A többinél a nő az nem fele a férfinak, érted? Na most, a nőket Magyarországon nem kellett felszabadítani. Az aranybullával volt a felszabadításuk 1200-valahányban. 22 vagy mikor volt a... 1222 az aranybulla. Na akkor voltak a nők felszabadítva. Miről beszélünk akkor? Milyen női felszabadításról? Jó, ahhoz, hogy a többi nép ebben a kérdésben elmaradt, és vannak népek, amik el is vannak most is maradva, az egy dolog. De az összes többi nép, az később szabadította föl a nőket, egy jó része a 20. században. Miről beszélünk? Akkor gondold végig, azok a férfiakban mennyire van benne, hogy az nem feleség, hanem egy szolga. Hogy az asszony egy szolga. Érted? És sajnos a külföldi férfiak szerte a világban, ott az asszony egy szolga. Érted? Egy szolga. Nem feleség. Tehát nem fele a férfinak. Jó? Na most akkor, de az emberek olyan jól tudnak ezekkel a területekkel bánni. Gondoljátok végig, azt mondja, hogy a... Melyik volt 8 hónapos képzésünk? Most nemrég. Személyiségfejlesztő. Aha. Személyiségfejlesztő az azt jelenti, hogy önmagaddal való bánásmód. És az 8 hónap, tehát 8x30, az 240 óra volt. Tehát 240 órán keresztül volt tanítva az ember személyiségével kapcsolatos dolgok. De az nem volt benne az összes téma, most ne érts félre, ez csak egy téma volt. Na most, ha egy témáról ennyit lehet tanulni, akkor van itt mit tanulni vajon? Hol tapasztaltatok olyat, hogy
mondjuk egyetlen egy témáról. De egy olyan téma, ami csak része annak a témának. Mert ugye lehetne még sorolni, hogy melyik az, ami önmagunkról szól, mert például az etika az 4 hónapos volt, és az is önmagunkról szól, és az már így a kettő együtt 12 hónap, és még így végignéznénk a képzéseket itt a legvégén, akkor hirtelen rájönnénk arra, hogy a cél megvalósító kulcs az magadról szól, de itt már túlmentem, kezdjük onnan, ahonnan elindult. Az etika az önmagadról szól, az eredményes tanulás önmagadról szól. Az etika ugye 4 hónap volt, az eredményes tanulás az mennyi volt? 2? 2 hónap. Akkor az önismeret az hány hónapos volt? 6 hónapos volt. A vérmérséklet ez még mindig önmagad. Az hány hónapos volt? 4 hónapos volt. Azt mondja, a hangulatjavító, ez még mindig önmagad. Hány hónapos volt? 3 hónapos volt? A személyiségfejlesztő még mindig önmagad. Hány hónapos volt? 8 hónap. Nézzük tovább. Elnyomás feloldó. Jó, ez már másokról szól, hogy képes legyél fel. Önbizalomteremtő. Hány hónapos volt? 6 hónapos volt? Oké. Okay. Szeretetteremtő, az is rólad szól. Hány hónapos volt? 2. Jó, a gyereknevelés már nem. Viszont az egészségteremtőnél tartunk, és ugye az egészség is rólad szól, 3. hónapban. Jó, akkor megkérdezném, hogy csak önmagunkkal kapcsolatban ki adta össze ezeket a hónapokat? 38 hónap? Jó, és szorozzuk meg 30 órával. Több mint 1000 óra csak önmagunkkal kapcsolatos képzés volt. Hol van még ilyen a bolygón? Hol? Sehol. Így van. Így van. Így van. Csak itt. És tehát most nem az önfényezés, de ezeket a képzéseket egyedül adtam le. Érted? Nem másokkal. És akkor meg lehetne kérdezni, hol találsz még egy olyan tanítót a bolygón, akinek ezen a téren ennyi tudása van? Tehát ez nem önfényezés, ezek tények, amiket most elmondtam. Jó? Szóval lényeg az, hogy ezeken a területeken kell boldogulni. Ha az ember nem boldogul, problémával lesz teli, és ha problémával vagyunk teli, akkor ne csodálkozzunk, hogy egyre rosszabbul és rosszabbul működünk az életünkben, ezeken a területeken, és ezáltal egyre boldogtalanabbak vagyunk, nem tudjuk megélni a boldogság 5 pontját. De az ember fejleszti magát egy közösségben, ahol vezetők vannak, akik már régebben vannak itt, régebben tanulnak itt, tudnak segíteni, ha elakadsz. Ha van egy olyan probléma, amivel nem boldogulsz, segítenek benne. Ha van olyan, amit most van probléma, de szeretnéd megoldani, akkor arra is tudnak megoldást adni, hogy hogy tudod ezt megvalósítani. Gondold végig. Tehát az emberiséget jobbá kell tenni. Akkor, ha nem tesszük jobbá, mondom, mi lesz ebben az emberiséggel? Tehát nekünk van egy olyan feladatunk, ami páratlan bolygószinten. Meg kell mentenünk az embereket. Tehát azokat várjuk szeretettel, akik szeretnék magukat és másokat megmenteni. Érted? Azokat várjuk. Mert ha nem mentjük meg az emberek lelkét, akkor hova fajul ez az egész? Milyen világban akarsz élni? Egy élhetetlen világban? Hogy akarsz élni? Egy élhető világot kell létrehozni. És ahhoz sok olyan embernek kell ezt megcsinálnia, aki eszes.
nem az elhűlést válassza, hanem az eszesedést válassza. Érted? Mert a választás, a döntés az a tied. De ha rossz döntést hozol, és az elbutulást választod, akkor magadra ves. Akkor előbb-utóbb, azaz előbb-utóbb, inkább előbb, mint utóbb, kivonnak a forgalomból, mert mi értelme az életednek? Úgyse teljesíted az elbutulással a küldetésedet. Egy ember se teljesíti a küldetését, aki elbutul. Senki. És ha nem teljesíted a küldetésedet, akkor, és nem is haladsz afelé, hogy akarsz boldog lenni? Tehát itt van egy választási lehetőséged, várunk szeretettel, és hogy milyen feltételekkel tudsz csatlakozni, a házigazdánk mindjárt beszél róla. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Szeretném megköszönni mindnyájunk nevében mesterünknek, hogy tudatosít, hogy felvilágosít és tetrekészségre nevel, hogy elinduljunk egy jobb világ felé, és merjünk is tenni érte. Én úgy érzem, hogy jó helyen vagyok, hogy megérkeztem, és itt nagyon csodálatosan tudom teljesíteni azt a küldetést, amért leszülettem. Tudok tenni több emberért, és tudok segíteni. Amióta itt vagyok, 7 éve, azóta sokat fejlődtem. Különösképpen a negatív gondolkodásomon volt mit csiszolni, mára ez sokkal, sokkal jobb, és folyamatosan fejlődök e téren. Hiszen van egy követendő mintám, példaképem, a mesterünk. A tudás által, amit itt kaptam, sok mindent helyre tettem az életemben, sok mindenen változtattam. Ezt azért tudtam megcsinálni, mert egy szeretett közösség aktív tagja vagyok, és kitartóan tanulok, amint mondtam, 7 éve. Azt tapasztaljuk, hogy aki ugyanezt teszi, idejön és kitartóan tanul, használja a módszereket, hallgatja a tudást, neki fokozatosan jobbá válik az élete. Ha most megnézted ezt az előadást, vagy felvételről fogod megnézni, és lehet, hogy már sok ilyen előadást néztél, akkor szeretném közvetíteni számodra, hogy ez egy isteni, egy égi jel. Annak a jele, hogy neked itt van köztünk a helyed, tanulni, fejlődni, és hogy egy még jobb életet elérjél. Hozzál egy villámgyors döntést, és gyere tanulni te is köztünk, közénk. Tudod, hogy nincsenek véletlenek. Ez a lehetőség most neked szól, és most kell élned vele. Ezért arra kérlek, hozzál egy jó döntést, most, és gyere csatlakozz hozzánk. Miért csatlakozz? Azért, mert fantasztikus tudást kapsz, minden nap használható gyakorlatias tudást, módszereket, amiket az életedben beültethetsz. Egy jobb élet kilátása fog rád várni. Része lehetsz egy szeretett közösségnek, ahol nagyon sok szeretetet kapsz, és adhatsz is. Lesz egy mentorod, egy vezetőd, aki segít neked a saját fejlődésedben. Ha ne talán elakadsz, meg nem értéseid vannak, akkor ő szívesen segíteni fog neked. A saját szerveződet, aki által beszeretnél kerülni ebbe a fantasztikus szeretett közösségbe, te magad, saját magad kiválaszthatod. Választ azt, aki a legszimpatikusabb számodra, a legmegfelelőbb neked. Minnyájan fent vagyunk például a Facebookon. Aztán járhatsz heti találkozókra, ahol közösen nézheted az előadásokat. Jó, pozitív emberekkel találkozhatsz, veheted körbe magad, és emelheted a rezgésedet. Jöhetsz egy ilyen fantasztikus szemináriumra, rendezvényre, ahol több száz emberrel találkozhatsz, és még több szeretetet kaphatsz és adhatsz. Nem leszel magadra hagyva, ezt vedd figyelembe, mivel egy szeretett közösség vagyunk, és egy interaktív közösség. Képzéseink minden szerdán 6 órától és vasárnap 4:30-tól vannak. Piaci értékük igen magas, 200.000 forintba kerülne egy képzés, de mi etikusak vagyunk, és neked az első hónap csak 19.700 forintba kerül, egy töredéke az összegnek. A második hónaptól meg még kevesebbe kerül, 12.500 forint. És kapsz hozzá, ha szeretnél élni a lehetőséggel, egy ingyen szabad életet eredményező és jövedelemszerző lehetőséget is.
Én azt ajánlom számodra, hogy próbáld ki ezt a fantasztikus tudást minimum 3 hónapra, mert csak így jöhetsz rá arra, hogy milyen fantasztikus tudás rejtőzik itt számodra. Én nagyon remélem, hogy mindaz, amit hallottatok most, hallottál ezen az előadáson, és tőlem is, amit hallottál, szimpatikus számodra. Ha igen, akkor nagyon nagy szeretettel várunk. Ez a mai nap egy csodás élmény, egy megtapasztalás volt számomra veletek. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem, hogy itt állhattam fent a színpadon. Köszönöm nektek, hogy kitartóan figyeltetek. Együttműködve egy röpke pillanatnak tűnt ez az egész nap. Köszönöm a felém árasztott szeretetet és azokat a csodás pillantásokat, amiket küldtetek felém. Teremtőtől megáldott, széles utat kívánok minnyájatoknak hazafele. Szeretettel gondolok rátok a következő szemináriumig. Addig is szeretetem veletek.